Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Hé, ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Majd talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Ja, más innen! Ti vagytok azok. Csak zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van velem valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Balér és Titus? Ti meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nekem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Hívövölt a kakas! Tolla tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd te fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Kár, hogy nincsen! Berekedve! Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél! Jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjön a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd.
A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztő dal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is. Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Oda integettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem. Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében. Mi újság, kuflik? Akkora tél volt, hogy csak na! Amerre a szem ellátott, minden fehér volt, mintha csak egy óriási habszifon durrant volna ki az elhagyatott rét közepén. Mennyire kihalt ilyenkor ez a vidék? Sóhajtott a pofánka. Így van! Bólogatott Béla bán. Az állatok egy része téli álmot alszik, egy másik részük viszont ébren van, de közülük egyesek, mint a hópaglyok, hócsigák, hógiliszták, hómenyétek, nem látszanak, mert ők maguk is fehérek, mint a hó. És a többiek? Kérdezte Valér. Bebújtak az odójukba, vagy elutaztak melegebb vidékre. Én inkább a téli álmot választanám, mint az utazást. Dörmögte Zödön. Pedig utazni sem rossz. Persze nem pont ilyen időben. Az unatkozásnál bármi jobb. Ász! Jegyezte meg Titus, és kifújta az orrát. Nincs kedvetek játszani valami? Kedvünk volna, de mi legyen az? Mi lenne, ha hógolyóznánk? Kérdezte Hilda. Az olyan régi módi dolog. Rázta a fejét pofánka. Inkább rendezzünk jégcsapgyűjtő versenyt. A kedvenc téli szórakozásom, kurjantott lelkesen Titus. Akkor már is induljunk. Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Gyerekek! Én csak szólok, hogy arrozott elindultok itthonról, mindig történik veletek valami kellemátlásség. Megfigyeltem, mindig az van. Bólintott a Fatuskó. Örökösen akad valami gond. Tisztára, mint valami kitalált történetben. Érdekes, ez eddig fel sem tűnt. Ingatta a fejét Béla bá. Akkor szerinted inkább maradjunk itthon? Nézett a Fatuskóra Fityész. Hát csak azt mondom, jobb az óvatosság. Emlékezzetek csak, amikor Béla bá a felfordulós kulcsot találta, vagy amikor átévettetek a hóban, ugye bár? Vagy amikor Hilda felpróbált egy varázsgomba kalapot? Arra nem emlékezhetne. Bökte meg Hilda a Fatuskót. De hát, ha állandóan itthon ülnénk, sosem történne velünk semmi, mondta Titus. Az miért volna baj? Mert unalmas lenne. Ez egészen biztos? Kérdezte Fityérc. Mit szólnátok, ha kipróbálnánk? Maradjunk itthon, és nézzük meg, mi történik, amikor nem történik semmi. Elvégre pont ráérünk. Hát jó. Szólj, amikor kezdhetjük. Nem tudom, mi legyen a jel? Szerintem mondjad azt, hogy cickájcuc. Az elég vicces lenne.
Dugta ki ekkor a fejét odujából a mohamanyi. Rendben, mondta Fityirc. Cic, kagy, cuc. Rikoltott a teli torokból Fityirc. Most mit kellene csinálni? Semmit, épp ez a lényeg, mondta neki Hilda. És így is lett. A kuflik nem csináltak semmit. Ass! És még mindig semmit. Így telt múlt az idő. Mennyivel fárasztóbb szánt szándékkal nem csinálni semmit, mint csak úgy. Igazad volt, ez tényleg unalmas. Elálmosodtam. Ásított nagyot Hilda. Ha nem történik semmi, akkor ráadásul nem lesz rólunk semmi mesélnivaló. Miért? Ki szokott rólunk mesélni? Nem tudom, de ha valaki megkérdezné, hogy mi újság, kuflik, akkor nem tudnánk semmit sem mondani neki. Az elég nagy baj volna. Olyan lenne, mintha nem is volnánk itt. Láthatatlanok lennénk, mint fehér teve a hóban. Akkor hát gyorsan csináljunk valamit. Mondjuk keressünk jégcsapokat, ahogy eredetileg terveztük. Azonnal induljunk! Azzal nagy vidáman mind elindultak lefelé a kupacról. Gyereke, vigyázzatok magatokra! Ne félj, hamarosan visszajövünk. És akkor majd megkérdezem tőletek, hogy mi újság, kuflik. Jó? De a kuflik ezt már nem hallották. Leértek a kupac aljába, aztán eltűntek a hóval borított réten arra felé, amerre jégcsapokat csörget a bokrok kopasz ágain a szél. A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött Pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Ó, miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálom! Bólogatott Béla. Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen, vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenki kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedved színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Szürke! Mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja zöldön zöld, a második Pofánka piros, a következő Titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy Valérkék, egy Béla bábarna, meg egy Fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Thank you.
itt csak kötöget a bálna. Bár hát ebben van ügyesebb nála. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát. Mindegy mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsa, csicsa, kötöget a bálna. Bár hát ebben van ügyesebb nála. Tök jó, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsa, csicsa, kötöget a medve. Mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze-vissza döfögett a tűvel. Rossz ránézni, olyasmiket művel. Csicsa, csicsa, kötöget a medve. Mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a Titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a fityírt szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a bélabábarna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkája a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés! Én vagyok az. Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Hehe, na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Ha. Hirtelen, eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsa, csicsa, kötöget a tigris. Ember túl jó, biztos ezért misztis. Mindegy, mondja, őzikének készül. Egyet nyugka, jönnek eszem végül. Csicsa, csicsa, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos ezért misztis. Hejhó, hejhó, dudorászik légan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsa, csicsa, kötöget a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, róla lesz az okni. Nem baj, mondja, meg lehet a szokni. Bingo, bingo, dudorászik. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Így van. Elkészül. Milyen hosszú. Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű. Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte, és tekerte, és tekerte. Kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli Zödön. Legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még fityércet is. Tengerre kuflik. Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rossz kedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, nehogy! Ez csak egy afféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Bélabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Bélabáék után szögtécseltük. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikcakban, vagy össze-vissza.
Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Oda nézzetek! Egy igazi tó! Kiáltott fel Pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Mámult hunyorogva a távolba Titus. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább locskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy micsodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat! Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityirc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titus és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok! Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos! Mondta Titus. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó! Itt sincs hajó! Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvást tettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csárjék mögött. Ez tökéletes kalózhajó lenne! Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolta Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli sigolyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápasülthöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sültel, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titus. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét vesztett, mégis roppant vidám kalóz. Egy kicsit ágyingerén van.
álmomban kalózok csatáztak körülöttem. A kuflik és a vadonatúj évszak. Hétágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös, nézett körül Titus. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityirc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringenek a levegőben, mint telente! Jegyezte meg Béla bá. De ez mégsem tél, mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem piroslik a jó-bogyó bokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit. Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, sétálunk, egy kis dobra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, ami jár. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Körülbelül eddike? Nem, egy kettedikával. Hetsztember egy kettedike. Ilyen csak minden rengetegedikében egyszer fordul elő. Eddike vasán tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó, de ilyenkor mi történik? Mármint hetsztember egy kettedikén. Nézd körül. Beköszönt egy vadonatúj évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire? Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényemény kutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok! Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket! Mi leszünk a zsűri? A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, cseptember. Nyavac, zérmő, flamankotuác, nick, langyofagyolán. Szucsok, bősz, tapacska, zokni, furcsán. Lagyond, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, tof. Saluán, fondort, nyumocs, brömb, dabókocka. Mit jön? Big Finch?
Sok Robert, Port Cukmány, Flimf, és valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már véget is ért. Dekár! Épp eldöntöttem, hogy én Szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi, rengetegedik évben. Oda se neki! Legalább rohangáltunk egy jót! Amit akár folytathatnánk is! Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Nincs is ilyen évszak. Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszükbe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé? Kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott réd. Emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na! Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapgombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta Pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet Pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titus. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten Pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál errefelé egy gombászó kufli lányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titus. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titus szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, Pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka lippent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta.
Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lenget a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Hazám, de ebben a pillanatban Pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni. Mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsóska bokor felé. Titusz a vadrépa földre, Béla bá oda, ahol vadzabot lenget a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, meg szuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy Pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá, hol teremnek a varázsgombák? A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hason pihenő versenyt tartottak. Pszt! Bocsánat, a kupacuk oldalán. Pszt! Pszt! Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábas csiga. És amott a távolban, ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintyet. Na, de akkor kisóhajtozik. Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Béla bára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbejárták a kupacot. Én soha nem láttam szürke mohamanyit. Szerintem még nem láttál semmit se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világ végi rétre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdejében ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacak a berdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztunk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke. Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy sóska nem jó helyette? Fúj, csak moha jöhet.
Semmi más. Akkor nincs más hátra. Megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt. A kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt. Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott. Hilda a zselécserjék környékén kutakodott. Valér a gombóckövek árnyékos oldalát vette szemügyre. Titusz pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokáskányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze, hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg, ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi 3 napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. De? Hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. A persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsák vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most, ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni. A mókás mohamondók a módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom. Oh, könnyű árontani, ilyenkor mindig más lesz mohás, nem én. Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előbb. Ez az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos! 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 Annyi mohát kapsz, amennyi csak akarsz. Ha van kárván, még ide is költözhetsz. Ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled! Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás. Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Jé, te gyuba moha vagy. Igen, pedig nem is szerepeltem ebben a történetben. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajtott Fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok.
Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó, Fityérc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Különös, kérdezte rémülten Fityérc. Most olyannak lát mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityérc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla báéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityércre. Milyen jó kis Sámlit találtál magadnak! Ahogy Fityérc felállt, a két idegen bélabává és valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsen közelebb valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityérc. Meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkis lényre valami. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztán, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ilyen. A Sámlin ülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a Sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a Sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Leárt a munkaidőm! Ma már ne is írjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést.
Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titusz. Útközben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.